nyilvánvalóan elnöki üzeneteket is közvetítenek a legmagasabb rangú titkosszolgákkal. És én felteszem, hogy lehetett egy ilyen, hogy oké, okay, fejezzük be valahol ezt a háborút, akkor vigyétek a dombaszt, amit eredetileg is szerettetek volna, és akkor legyünk újra barátok, benne van. Ugye, mivel olyan mértékben ömlenek be a fegyverek, és pont egy-két nap az előtt bejelentette Németország, hogy leopárdokat szállít, sőt, engedi minden országnak, amik rendelkezik német gyártmányú leopárdharckocsikkal, hogy ezeket az ő engedélyével Ukrajnának átadják. Plusz még az Egyesült Államok is egy hatalmas fegyvercsomagot bejelentett, amiben már olyan HIMARS rakéták vannak, ezek a propeller támogatott lövedékek, amik 150 km hatótávolságúak, tehát akár mélységi támadást is intézhetnek mondjuk a Krím ellen, vagy az orosz anyaország ellen. Ez nyilván van adott egy önbizalmat Zelenszkinek, de hozzáteszem még, hogy ha Zelenszki mondjuk ezt elfogadná, amit egy normális dolognak tartanák, mert azért nem észároljuk le ne még a maradék lakosságomat, de most már olyan híreket is olvastam, amit értelemszerűen megint nem tudunk igazolni, hogy durván 500 ezer a ukrán katoná, katonai veszteség. Fél millió ember halt meg ukrán részről a fronton. Utána számoltam, elképzelhető, nem biztos, de elképzelhető. Egyébként szerinted de... mi a minimum, amennyi ö, ukrán ember meghalt ebben a háborúban? Tehát ami szerinted úgy biztos? Hogy sajnálatos hát, módon. A, a nyugat ezt olyan 200 ezerre teszi minimum. Tehát ez, ez a minimum. Az, az is szár... rengeteg rengeteg, és most már ilyen napi 1500-as veszteségek vannak, tehát ez nagyon sok. És ha most Zelenszki ezt elfogadta volna, és mondjuk hoplá, akkor ma vasárnap déltől hallgatnak a fegyverek, akkor viszont joggal mondhatták volna az ukrán lakosságok, hogy figyelj, miért nem fogadta, de lesz már egy évvel ezelőtt, akkor félmillió fiatal férfi nem vesztette volna el az életét a fronton. Nem verték volna gajrai cirkáló rakétákkal az egész országot, nem menekült el volna, nem tudom, 5 millió ember az országból, nézd meg, kiürült az ország, lakosság nagy része nők gyerekek elmentek, a férfiak meghaltak, mire volt ez jó hülye gyerek, miért nem egyeztél meg, miért nem ültetek le egy kerekasztalhoz. Jogos lenne? Teljesen jogos lenne. Így viszont ugye folytatja ezt a háborús retorikát, de nagyon-nagyon-nagyon bele fog futni ebbe a dologba, mert ugye, hogy Medvegyev megjegyezte, hogy minél nagyobb hatótávolságú fegyverek érkeznek, annál több területet kell majd Oroszországnak elfoglalnia, hogy legyen egy biztonsági pufferzónája, amiket nem fognak anektálni, hanem azt mondják, oké, ez most egy ideiglenesen megszállt biztonsági terület, amit uralunk addig, ameddig mi politikailag ezt úgy látjuk jónak, Köszönjétek meg az Egyesült Államoknak, küldtek olyan rakétákat, amikkel mélységi támadást tudnak indítani. Úgyhogy ö, szerintem minél veszélyesebb fegyverek jönnek, minél több fegyver jön, annál nagyobb lesz Ukrajnának a területi vesztesége, és azért Zelenszky a tegnap esti tévébeszédébe beismerte, cizelláltan fogalmazott ugyan, de azt mondta, hogy nagyon súlyos a helyzet a fronton különböző lapértesüléseket nézünk, akkor nyilván azt mindig el kell osztani kettővel, ami nekem ebben érdekes, hogy nyilván svájci lapértesülés, és ugye Svájcról tudjuk, hogy egyrészt független állam, másrészt azért nagyon sokszor ad helyet különböző titkosszolgálati találkozóknak. Ez így van, és nagyon korrekt lapjai vannak, tehát főleg a Neue Zürcher Zeitung az egyik legkomolyabb európai napi lap, talán kevesen ismerik, de akik egy kicsit mély szeretnének, vagy hogy te is mondtad, kiszivárgott titkosszolgálati amik helytállóak, akkor érdemes felkeresni ezt az oldalt, aki beszél németül, mert mert ncc.ch ez a, a, a rövidítése, mert rendkívül izgalmas lap, és, és mondom, politikai mélyjelzések is vannak, amik nagyon jók. Sok esetben azt látjuk, hogy ha a titkosszolgálatoknak a vezetői úgy érzik, hogy nem jutottak eredményre a tárgyalásokban, akkor kiszivárogtatnak a sajtónak azért, hogy mi lehetett volna, ha sikerül, meg ezzel is ugye próbálják befolyásolni a tárgyalásokat sokszor látni azt, hogy amikor mérgesek a titkosszolgálati vezetők, hogy a politika aztán nem az ő javaslataikat követi, pedig úgy, úgy érzik, hogy az elhozhatná a békét, meg szakmai jobb lenne, akkor például a sajtóhoz fordulnak. Én ezért kaptam fel a fejemet egyébként erre a hírre, mert amúgy meg nem irreális. Tehát, hogy ez egy terv kiindulásának jó lehetne, nyilván az ukránoknak nem feltétlenül ideális, de legalább a veszteségeiket lehetne mérsékelni, és hát Amúgy is ebbe az irányba halad, hogy a Donyac medencét éppen ö, a felhatósága alá vonja több-kevesebb sikerrel, támadásokkal és ellentámadásokkal, de mégiscsak ez történik fegyverekkel jelenleg. Ez így van. Tehát a végkifejletet azért mindenki nem kell politikai jellemzőnek lenni, aki olvassa naponta a híreket, látja az ukrán veszteségeket, látja az orosz előrenyomulást, azért tisztában van vele, hogy ezt a háborút Oroszország valamilyen formában meg fogja nyerni. Tehát ez a valamilyen forma az, hogy vagy ugye megállít a Donetsk régiónál, vagy pedig most, ha mondjuk Bakhmut is elesik, akkor tovább megy egészen a Nyeper folyóig, és kiválaszt esetleg még északon, ott Bielorusz alatt egy-két olyan oblasztot, ahol egy ilyen biztonsági pufferzónát létrehoz, hogy ne tudják tényleg sem himars sem más veszélyes fegyverekkel támadni, sem a Domba, sem a Krímet, sem pedig Oroszországot. A Krímről még annyit, hogy ott is volt ugye azért eh, Medvegyev egy megjegyzése, hogy ha a Krímet támadás érni, tehát egy komoly tüzérségi támadás, annak beláthatatlan következményei lennének. Ugye nyilvánvalóan azért itt egy taktikai nukleáris fegyverre utalt. Nem az első ilyen kijelentés azért Moszkvában, hogyha a krímet valóban komolyan veszélyeztetnék, akkor, akkor abból egy sokkal nagyobb katasztrófa lenne, mint amit az ukránok, vagy esetleg Washington DC is el tud képzelni. Szerinted lehet olyan, hogy az ukránok akár nyugati támogatással valamilyen formában megtesztelik, hogy Oroszország ezt komolyan gondolja? Tehát valami kisebb támadás éri a krímet, és megnézik, hogy milyen lesz arra az orosz válasz. Hát nem tudom, van egy olyan régi közmondás, nem tudom, magyarban is valószínűleg megvan, hogy okos ember üveget és asszonyt nem tesztel. De én akkor azt mondom, okos politikus az oroszokat nem teszteli. Tehát nem kéne, mert egyszer fogjál mellé, egyszer menj egy lépéssel tovább, mint kellett volna, és akkor tényleg termonukleánszkolja, tehát akkor jön majd a gombafelhő, és akkor onnan már nincs visszaút. Úgyhogy nem kellene, szerintem ezt nagyon komolyan kellene venni, és azt is, hogy, hogy meg kellene próbálni kötni egy értelmes kompromisszumot, mert például a kényszersorozásokkal, meg azzal, hogy most már 16 éves fiúk a gyerekeket, listázna. Gondolj bele, gyerekeket küldenek a frontra. Tehát ez, ez, ugyanolyan elme volt, mint amit Hitler csinált annó a Jungsturma, meg a Folksturmal, ugye, hogy ilyen, ilyen gyerekkatonákat, meg civileket, öregeket kiküldött, adott nekik egy puskát, vagy egy páncélöklöt, azt menjetek és, és harcoljatok. Tehát ennek értelme nincs. Tehát ha már ott tart egy ország, hogy a gyerekeket akarja kiküldeni, vagy hogy májusban megkezdik a nők behívását, hát az ékszeremére, akkor már el kell gondolkozni, hogy fejezzük be ezt a háborút, különben meghal mindenki. És, és én, én nem tudom, tehát azért láttuk például a második világháborúba is, hogy azért voltak olyan német tábornokok, akik látták, hogy kilátástalan a helyzet, és mondták a katonáknak, oké, okay, adjuk meg magunkat, mert annak most nincs értelme, hogy itt most nem tudom 50 ezer katona meghaljon, mert, mert teljesen értelmetlen a dolog. Őket ugye Hitler irányából mondták, hogy ezek hazaárulók, elárulták a birodalmat, a fűret, meg mindent, nem, teljesen normálisan cselekedtek, életeket akartak megmenteni, és szerintem mit is az lenne a legfontosabb, hogy, hogy a nyugat is ne még több fegyvert küldjön, hanem próbálja meg rávenni a háborús feleket, hogy végre tárgyaló asztal, hogy züljenek. Ugye egy éve dúl ez a háború, és ha belegondolok, nem tudom biztos számokat, de lehet, hogy most már talán a millió fele közelít az áldozatoknak a száma, a katonákat mind a két oldalon, meg a civileket hozzáadjuk. Azért ez borzalmas, gondoljunk bele tehát közé egy Budapesti lakosság. Szóval ennek de mindig csak a, kénevett, a halottakat nézzük, de hát ott vannak a sebesültek, ott vannak azok, akik özvegyen árván maradtak, ott vannak azok, akik munkanélkül maradtak, akik hidegben, fűtés akik nélkül, minden az, az, a, vannak. az aki kis szerény panellakásuk, meg a ladájuk, meg mindenük oda akik földön futók lettek, akik nem tudják, hogy hova menjenek, mert mondjuk nincsenek rokonaik Nyugat-Európába. Tehát borzalmas emberi sorsokról beszélünk, és, és azért nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a háborút minél befejezzük, és az, hogy én fegyvereket küldök, amit most itt a magyar baloldal is folyamatosan mond, ugye, hát az ég szerelmére ez olyan, mint hogyha olajat öntök a tűzre, hát ezt, ezt, nem lehet csinálni, tehát a legfontosabb lenne egy tűzszünet, és elkezdeni kidolgozni akár az EN segítségével, akár az Európai Unió segítségével egy, egy béketervet. De most például, amikor ugye Ursula von der Leyen ott volt, egy szó nem esett arról, hogy béketárgyalások, hogy tűzszünet, hogy mi majd közvetítünk, hogy mondta volna Ursula, hogy akkor elrepülök Moszkvába, beszélek Putyinnal, visszajövök, elmondom, mit mondott. Valamit alkossuk, nem. Küldünk páncélos, küldünk fegyvert, adunk pénzt, folytassátok, hajrá, meg ment a búsítelés, hogy de jó itt lenni, és ja, és majd EU tagok lesztek, igaz nem most, hanem majd egyszer talán, soha vagy igen, de azt mondta, hogy nem lehet kerülő úton bekerülni az EU-ba, azt megmondta, hogy persze, igen, jelöltek vagytok, de még konkrét időpontot se tudott jelölni, úgyhogy értelme nem volt ennek az egész tanácskozásnak, tehát kitűzte megint az ukrán zászlót, ugye, és jó pofizott, de igazából egy tök értelmetlen dolog volt oda menni, politikusoknak, meg más embereknek, újságíróknak az életét veszélyeztetni. Nincs miről beszélni, megint csak azt magamat tudom idézni ismét, hogy egyedül a magyar kormány az, még folyamatosan a béketárgyalások és a tűzszünet fontosságáról beszél.